törik a dohányt, elkezdődött a dohánylevelek betakarítása Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Strandfertőzések, a bőrtüneteket megelőzni kevésbé lehet, kezelni azonban minél hamarabb érdemes. Közeleg a bajnoki rajt, az ausztriai edzőtáborozást követően ismét hazai környezetben készül a Nyíregyháza Spartacus. Idén az elmúlt években tapasztaltakkal ellentétben nem csökkent, hanem nőtt a dohánytermesztő területek száma. Továbbra is Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében termesztik a hazai dohány mintegy 80%-át. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A 2024-es esztendő a gazdák szerint várhatóan egy közepes termésű év lesz. A megszokottnál két héttel korábban már el is kezdődtek a betakarítási munkálatok. A tetejezésnek hívjuk azt, amikor a virágzatot eltávolítják, tehát ami rajta van, a virág eltávolítja. Kacsmentesítésnek pedig az, ami a levél hónaljából jön, ezt nevezzük kacsnak. Tóth Sándor dohánytermelő mutatja a kamerának, hogy a dohánytörés mellett milyen más teendőik vannak az ófehértói dohányültetvényen dolgozó munkásoknak. Hajnali 5 órakor kezdődött a műszak az itt dolgozók számára, akik a dohány betakarítása mellett arról is gondoskodnak, hogy a növények virágainak és új hajtásainak eltávolítása révén még erősebbé és jobb minőségűvé váljanak a dohánylevelek. Most egy olyan két héttel hamarabb kezdtük a betakarítás, két okból, egyrészt azért, mert hogy hamarabb jött a tavasz és a betakarítás kezdete, másrészt meg azért, mert tehát nem olyan jó évnek nézünk elé, legalábbis mi, mert kipusztult egy olyan 10%-a a területünknek, és úgy gondoltuk, hogy hamarabb elkezdjük a betakarítást, tehát azt, amit az előző években, ez a porlevelet, a legalsó leveleket nem takarítottuk be, most úgy gondoljuk, hogy betakarítjuk, hogy mindent meg kell menteni, mert előreláthatóan kevesebb lesz a termés. A csapadékos időjárás és a termőterületek egyenetlensége miatt belvíz alakult ki az Ófehértó közelében lévő táblákon, amely azonnal tönkretette a termést. Tóth Sándor az idei évet illetően egy közepes termés átlagban bízik. Itt ezen a területen a francia Virginia fajtájú dohányt termesztik. Magyarországon a dohánytermesztés 80-85%-a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében koncentrálódik. Az országban két levélfajtát termesztenek, a mesterséges szárítású Virginiát és a természetes szárítású Burley dohányt. Ezeknek az aránya az országos termésből 85% Virginia, 15% a Burley. A termőterületekre azt lehet mondani, hogy az idei évben egy nagyon pozitív dolgot tapasztaltunk, egy 5%-os növekedés van az országos szinten a tavalyi évhez képest. Néhány termelő korábban, akik kiszálltak a dohánytermesztésből, visszatért a dohánytermesztésbe, és számunkra ez nagyon kedvező dolog, hiszen ezzel megállt az a csökkenés, ami évek óta jellemezte ezt az ágazatot termőterület szintjén. Bízom benne, hogy ez a pozitív folyamat tovább fog folytatódni, és hát nyilván ebben több dolog is szerepet játszik, azt gondolom, hogy gyengélkednek az egyéb szántóföldi kultúrák, de ami ettől sokkal fontosabb, hogy a kormányzat kiemelten támogatja a dohánytermesztést, és emellett a felvásárlók is az utóbbi két évben gyakorlatilag megduplázták a felvásárlási áraikat. Bár az energiaárak a két évvel ezelőttihez képest mérséklődtek, a dohánytermesztés költségeire befolyással van a minimálbér emelkedése is. A dohánytermesztők általában márciusban vetik el a dohánymagokat, ezt követi a palánta nevelés május közepéig, amelyet a szántóföldi szakasz követ. Jellemzően július közepén kezdik a betakarítási munkálatokat, amely szezontól függően október közepéig is eltarthat. A nyíregyházi járási ügyészség vádat emelt az ellen a két fiatal ellen, akik saját unokatestvérüket verték meg egy nagykálói benzinkúton. A fiatalok egy korábbi családi konfliktus miatt haragos viszonyban voltak unokatestvérükkel, akivel tavaly ősszel az egyik nagykálói benzinkúton véletlenül összetalálkoztak. Először a két unokatestvér között alakult ki szóváltás, mely során az elkövető a hozzá oda sétáló sértettet hirtelen arcon ütötte. Ezt látva a gépkocsikból szálló rokonok megpróbálták a további bántalmazást megakadályozni, azonban a testvére oldalán az ütlegelésbe bekapcsolódott a másik vádlott is, és közösen körülbelül fél percig folyamatosan ütötték a sértettet.
A sértett csupán könnyű sérüléseket szenvedett, azonban a vádlottak által alkalmazott erőszak hevessége és fejet ért ütések nagy száma alapján szándékuk egyértelműen súlyosabb sérülés okozására irányult. Az ügyészség ezért őket súlyos testi sértés büntettének kísérletével vádolja, velük szemben tárgyalás tartása nélkül végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta. A kikapcsolódás mellett kellemetlen következményei is lehetnek a strandolásnak. Az emésztőszervi, légzőszervi megbetegedések mellett különféle bőrfertőzéseket is elkaphatunk a természetes vizek és medencék közelében. A legtöbb ilyen fertőzést megelőzni nem lehet, kezelni viszont minél hamarabb érdemes. Hűsítő hullámok kánikula idején. A strandok ilyenkor nagy üzemben működnek, a felüdülést követően azonban bosszúsághoz is vezethet az enyhítő fürdőzés. A kikapcsolódás mellett ugyanis a természetes vizek és a medencék láthatatlan veszélyeket is rejtenek. A sok ember, a vizes közeg és a meleg idő kifejezetten kedveznek a különféle kórokozók elterjedésének. Ezek pedig többféle szervrendszert érintő betegségeket és tüneteket okozhatnak. Az emésztőszervi vagy légzőszervi tünetek mellett igen gyakoriak a bőrt érintő problémák. Sokkal gyakoribbak azok a fertőző betegségek, amiket nyáron a melegben, a strandon össze lehet szedni. Ezek lehetnek bakteriálisak, vírusosak vagy gombás fertőzések is. Bakteriális fertőzés ugye nagyon csúnya néven ismert, ótvaros lehet a gyerek, hogyha mondjuk kivakarja a csípéseit, és aztán a melegben a felázott bőre felülfertőződik. Ha azt látja az anyuka, hogy egy terjedő, átmérőjében terjedő seb van a vakarás helyén, ami nedvezik, később pörkös, akkor mindenképpen érdemes orvoshoz vinni a gyereket, mert magától nem könnyen fog elmúlni. Ez fertőz is, a testvére is elkaphatja. Viszont ha kezeljük, akkor körülbelül egy hét alatt teljesen meg tud gyógyulni. Ez nagyon gyakori, nem szégyen, mindenkinek előfordulhat, hogy van ilyen. A vírusos bőrfertőzések gyakran hólyagot, kiütést vagy akár szemölcsöket is okozhatnak. Úszoda szemölcsök gyakori a kisgyerekeknél, kontaktus útján terjed, és nyilván egy felázott, izzadt bőr, vízben felázott bőr könnyebben fertőződik. Különböző tenyéri talpi szemölcsöket is ilyenkor nagyon gyakran mezítláb felázott bőrön össze lehet szedni. Ezeket is érdemes kezelni, mert szaporodnak, terjednek, fertőznek is. És persze ilyenkor szokott előtűnni például a napgomba, ami nagyon gyakori, és azért is ez a neve ennek a felületes bőrgombának, mert a napozás hatására tűnnek elő a foltok. Ha valaki azt látja, hogy világos foltok alakulnak ki, főleg a mellkasán, vállán, hátán, nem barnulnak egyenletesen, akkor élhet a gyanú perre, hogy valamilyen felszínes gombás fertőzés van. Ez is nagyon jól kezelhető, és érdemes mi hamarabb kezelni, hogy aztán szebben tudjunk barnulni. A megelőzésről ezeknél a bőrbetegségeknél kevésbé lehet szó. Ha azt látja valaki, hogy például a lábúj közeiben hámlik a bőr, viszket, a talpán hasonló panaszokat észlel, akkor valószínűleg ott az izzadás, vizes bőr felszínén megtelepedett egy kis gomba. Nyilván hogyan lehet ezt megelőzni? Nem tökéletesen, de azért, ha a strandolás végén, mosakodás után szárazra töröljük a lábunkat, a lábúj közeinket is, akkor azzal sokat tudtunk tenni. Ha bármi kis panasz adódik, mi hamarabb érdemes kezelni, hamar, könnyen kezelhető, meg lehet tőle szabadulni. A szakember azt javasolja, hogy ha valamilyen seb található a testünkön, akkor ne menjünk strandra, de főként a vízbe, medencébe ne áztassuk a sérült testrészt. Lényeges, hogy a különböző bőrtüneteket nem szabad piszkálni, vakarni, szükség esetén pedig kérjük orvos segítségét a kezeléshez. Adminisztratív, piaci és termőhelyi ellenőrzéseket is tartottak a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal munkatársai a nyári őstermelői cél ellenőrzés során. A kéthetes vizsgálat sorozat alkalmával Budapesten és 6 vidéki településen, köztük Nyíregyházán 32 őstermelőt ellenőriztek. 10 esetben indult eljárás jogsértés miatt, az őstermelők egy része nem saját termesztésből származó, vagy az őstermelői nyilvántartásba be nem jelentett terméket forgalmazott. Ezzel megtévesztették a vásárlókat, egyúttal a jogkövető őstermelőket is hátrányos helyzetbe hozták. Az érintett termelőket a hatóság eltiltotta az őstermelői tevékenységtől, valamint velük szemben összesen mintegy 1 millió forint bírságot szabott ki.
Van-e boszorkány a Mágbeten túl? Bősze Ádám műsorából Tisza Bercelen kiderült, hogy igen. Muzsikán és színes ábrázolásokon keresztül ismertette meg a nézőkkel ezt a világot zeneszerzői szemszögből, hiszen a kora romantika komponistái különösen vonzódtak e földön túli lényekhez. Az opera irodalom klasszikusairól közel 2 órás előadást tartotta a zenetörténész. Míg Balaton nevű zeneszerző nincs, addig Tisza nevű zeneszerzőnk, komponistánk van. Tisza Aladárnak hívták azt a 19. század második felében élt komponistát, aki szerintem olyan nagyon nem tudhatott kottát írni. És gondoljanak bele, valaki zeneszerző, és nem tud kottát írni. A 19. század második felében minden második ember komponista volt úgy is, hogy gőze nem volt arról, hogy az 5 vonalra mit és hogyan kell leírni. Tudják, hogy hogy történt ez? Ez úgy történt, hogy az embereknek eszébe jutott álmában, vagy másnaposan reggel valami dallam, és azt mondta, hogy ó, ez a világ legszebb dallam, amit én föltaláltam, ami nekem most megjelent az álmomban, tessék, le kéne valahogy írni, és ki kéne valahogy adni. És az illető elrohant egy muzsikushoz, azt mondta neki, hogy figyelj ide, Jóska, nekem ez a dallam eszembe jutott, lallalallalallalallalallalala, elénekelte, Jóska leírta, majd azzal a kottával az illető elrohant a kotta kiadóhoz, és a kotta kiadó kiadta neki a kottát. Ezeket a zeneszerzőket úgy hívjuk, hogy fügykomponisták. Bősze Ádám komoly zenei stand-upja szórakoztatta a közönséget Tisza Bercelen a csütörtöki chill keretein belül. A program sorozatot Pregice Fruzsina, Jászai Mari díjas színművész álmodta meg azzal a céllal, hogy a kultúrát népszerűsítse és egy különleges helyszínen kínáljon minőségi kikapcsolódási lehetőséget az érdeklődőknek. A fellépők szervezése már tavaly augusztusban elkezdődött. A rádiós műsorvezetőként is ismert zenetörténész, Bősze Ádám az elsők között volt, akit felkért. Az a helyzet, hogy nekem a felkérés kapcsán egyedül Fruzsinának a neve volt az, ami így valamit mondott. Mert őszintén megmondom, nem voltam soha Tisza Bercelen, nem voltam, nem ismertem ezt a tényleg gyönyörű, lélegzetenállítóan szép környezetet, hanem csak úgy azt mondtam, jó, Pregicer Fruzsina kér, akkor megyek, hát miért nem mennék? És már ma, amikor itt kiszálltam a... Először is már, ahogy beértem a faluba, akkor azt láttam, hogy hát azért itt, ha valaki elkezd egy kulturális eseménysorozatot csinálni, akkor abban kemény missziós, hogy mondjam, lélek kell legyen, mert hát ahogy, amit így éreztem a helyből, azt éreztem, hogy itt azért van lehetőség arra, hogy az ember megművelje a földet. Kulturális értelemben. Kihívást jelentett az előadónak, hogy egy kikötőben kellett fellépnie. A lakóautók feelingje és az asztalok, ezáltal a nézők szétszórtsága megnehezíti egy stand-up könnyedségét és közvetlenségét. Ezért bár felépített műsorstruktúrával készült a Tisza Berceli fellépésére a zenetörténész, a helyszín adottságai miatt ezt felül kellett írnia. Én nem tudom, hogy itt ezen a környéken mi van, de ide a rozsdásbökőt, hogy hasonló, mint minden máshol. A klasszikus zene az egy ilyen nagyon sznob dolog. És a zeneszerzőkre, mint nem tudom, félistenekre tekintünk, és a gyerekeknek, hogyha bemennek a koncertterembe, akkor csöndbe kell lenni, mint a templomban, és akkor nem oszorogjál, hanem hallgasd, és ne élvezd a zenét, hanem hallgasd. És én ezt szeretném egy kicsit lazítani. Tehát azért is stand-up, mert szeretném valahogy megmutatni a másik oldalt is, hogy nem ennyire véresen komoly ez a komoly zene. És ha ez sikerül, még akkor is, hogyha néhány embert fölháborítok vele, az már egy jó jel. A zenetörténész előadását, amely a Muzikális Bestiák Boszorkány Szombat címet kapta, Lahocsinszky Ágnes és Olajos Gábor hangszeres kísérete színesítette. A csütörtöki chill program sorozata végéhez közeledik, legközelebb július 25-én az Éta zenekart láthatja a közönség. Második alkalommal rendezték meg a Sóstói Múzeumfaluban a MÁV Volán csoport családi napját. A rendezvények országosan 4 helyszínen zajlottak, Budapesten, Szolnokon, Nagykanizsán és Nyíregyházán. Sztár fellépő, koncertek, családi vetélkedők, főzőverseny, nyereményjátékok, de mindenek előtt jó hangulat és baráti találkozások várták a dolgozókat. Idén is több száz család látogatott el a MÁV Volán csoport családi napjára a Múzeumfaluba.
A hivatalos megnyitót követően számos színpadi és kísérő program várta a dolgozókat és családtagjaikat. Mind a két területen, és most már hál' Istennek azért az integráció következtében egyre inkább egynek érzik magukat a kollégák is, de irdatlan nagy munkavégzés az, hogy egyébként az országba az utasokat elszállítsuk minden nap, ünnepeken, esőben, hóban, éjjel-nappal, és azt gondolom, hogy ez az a nap, amikor egyébként egy kicsit meg tudnak állni ünnepelni, tudják erősíteni egyébként azt a kollektív értéket, és hát amikor egy személyszállító társaságnál a vasutat és a közutat összevonják, akkor azért nyilván oltatlanul vannak ellentétek. Ezek a típusú rendezvények azok, amik egyébként ezeket segítenek elcsimítani, és én azt gondolom, hogy egyre erősebb kapcsolatok alakulnak ki a két szakma között. Az idei Sóstói Juliális a 6700 fős látogatottságával a legnagyobb vidéki rendezvényé nőtte ki magát. Köszönhető ez annak is, hogy a szervezők igyekeztek minden korosztálynak szórakozást biztosítani, mind a színpadi, mind a kísérő programok tekintetében. Igen, nagyon fontos, és ugye azért, ha figyelembe vesszük a mai munkaerőpiacot, akkor egyre nehezebb egyébként a fiatalokat a vasút és az autóbuszos közlekedés irányába orientálni. Nyilván azok, akik már egyébként betekintést nyertek a cég működésébe, őket egy kicsit Moldova Györgyet idézve megcsapja a mozdony füstje, és az a fajta kötődés alakul ki, amit egy kívülálló nehezen ért meg. Hát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy jelentőségű juttatás egyben a munkavállalók részére, de törekszünk egyébként nagyon sok ágon a munkavállalóinknak a elkötelezett szolgáltatását és szolgálatát meghálálni. Ez azoknak a rendezvényeknek az egyike, és nagyon örömteli egyébként, hogy Nyíregyházán 6700 fővel a legnagyobb vidéki rendezvényről beszélhetünk. A forróság ellenére szép számban gyűltek össze a baráti társaságok, repültek a féksaruk lehetőleg minél messzebbre, és érdeklődő figyelem fogadta a különféle mesterségek bemutatóit is. Az ausztriai edzőtáborozást követően ismét hazai környezetben készül a Nyíregyháza Spartakusz. Tímár Krisztián együttese szombaton 18 óra 30 perctől az örökösföldi pályán a Békés Csaba ellen tartja a bajnoki főpróbát. Az NB1 nyitó fordulójában jövő pénteken Mezőkövesden fogadja az Eto FC Győrt a Spari. Kánikula ide, hőségriadó oda, ismét hazai környezetben edzenek a Spari játékosai. A csapat 11 napot töltött az ausztriai edzőtáborban, ahol 3 meccsen is pályára lépett. A horvát Rijekától és a szerb Kruševáctól 3-1-es vereséget szenvedett a Nyíregyháza, a horvátországi eszékkel pedig 2-2-re végzett Tímár Krisztián együttese. A szakember elégedett volt az edzőtáborban tapasztaltakkal. Nagyon jó körülmények között tudtunk készülni, a klíma jóval kedvezőbb volt, mint amit a hazai, sokkal ideálisabb volt az edzésmunka elvégzésre, nagyon nagy edzésadagot végzett el a csapat, nagyon jó mentalitással, nagyon jó hozzáállással, nyilván az ilyenkor szokásos fáradtság is ugye előkerül, de hát ennek van most itt az időszaka, de azt gondolom, hogy tényleg a csapat nagyon jó hozzáállással, nagyon nagy melót végzett el, nagyon jó ellenfelekkel sikerült játszanunk, azért azt gondolom, hogy csupa élvonalbeli csapat ellen tudtunk játszani, és onnan is talán a felső kategóriásokból is, mert Rijeka meg az eszék az mindenképpen a saját országában az élcsapatnak számít, és mind a két csapat ellen nagyon sok tapasztalattal lettünk gazdagabbak, láttuk azt, hogy mi az, amiben még fejlődnünk kell, mi az, ami jól működik, már ilyen szintű csapatok ellen is, és azt gondolom, hogy mindegyik mérkőzésen tisztes helytállás volt, és láttuk azokat a hibákat, amiket ki kell javítani, és tudjuk, hogy merre kell még fejlődnünk. Közben alakul a játékos keret is. Hétfőn a szerb belső védővel Ranko Jokiccsal kötött szerződést a klub, kedden pedig szerződést hosszabbítottak Nagy Dominikkal. Mivel a nyári időszakban minden csapatnál van játékos mozgás, a feljutás kiharcoló futballisták számára nem szokatlan, hogy új társakkal kell megismerkedniük. Nagy rész azért egyben marad a mag, ez is volt a terv egyébként a szezon végeztével is, hogy azért... Nyilván azt a csapat, aki kiharcolta tavaly az első helyet, az nagyjából azért most együtt tudjon maradni. Nyilván azért vannak pozíciók, ahova szerettünk volna hozni játékost, és azok azt gondolom, hogy be is lettek töltve nagyjából, úgyhogy szerintem nagyjából egyébként kész van a csapat, és egyébként jó kohéziót alkotunk, tehát elég befogadó közösség van itt szerencsére, úgyhogy szerintem jól fogunk nézni. A Spari az NB2-ben a támadó játékot erőltetve, sok helyzet kialakításával, sok gólt szerezve harcolta ki a feljutást. A vezetőedző reményei szerint az élvonalban is tudják majd ezt a játékot játszani.
Jelenleg nem tervezem átalakítani, próbáljuk ugyanezt a játékstílust megvalósítani. Nyilván itt ez mindig az ellenféltől is függ, hogy mennyire tudjuk ráerőltetni az akaratunkat az ellenfélre, de a célunk az lesz, hogy egy hasonló vagy teljesen ugyanolyan szparit lásson a közönség, amit eddig megszokott az én irányításom alatt. A Spali szombaton az NB2-es újonc Békés Csaba ellen tartja a bajnoki főpróbát. A nyitófordulóban viszont nem Nyíregyházán fogadják a Győrt Kovács Rétiék, mivel az új stadionban nem állnak rendelkezésre azok a feltételek, amelyek egy meccs biztonságos lebonyolításához szükségesek, a klub szerette volna felcserélni a pályaválasztói jogot. Azonban a győri stadionban sem lehet játszani július 26-án, így a 20 óra 15-kor kezdődő mérkőzés helyszíne Mezőkövesd lesz. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. A tavainál hamarabb kezdődtek meg a betakarítási munkálatok a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei dohányültetvényeken. A szakemberek szerint a melegebb időjárás miatt legalább 2 héttel előrébb kellett hozni a dohány leveleinek törését. Az idei egy közepes termésnek ígérkezik. Jó hír az ágazatnak, hogy ebben az évben növekedett a dohánytermesztő területek mennyisége. Emésztőszervi, légzőszervi problémák, bőrfertőzések, kellemetlen tünetekkel is találkozhatunk egy-egy fürdőzést követően. A természetes vizek, medencék nem csak kikapcsolódási lehetőséget nyújtanak, hanem számos kórokozó terjedéséhez biztosítanak kiváló terepet. Ismét hazai környezetben készül a Nyíregyháza Spartakusz. Timár Krisztián együttese 11 napot töltött az ausztriai edzőtáborban, ahol 3 mérkőzésen lépett pályára. A Spari szombaton 18 óra 30 perctől az örökösföldi pályán a Békés Csaba ellen tartja a bajnoki főpróbát. Az NB1 nyitó fordulójában jövő pénteken Mezőkövesden fogadja az Eto FC Győrt a Nyíregyháza. Július 17-én szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtökön napos idő várható kevés gomoly felhő mellett, néhol előfordulhat zápor, esetleg zivatar, de az ország döntő részén nem valószínű csapadék. Az északi-északkeleti irányú szelet nagy területen kísérhetik élénk északkeleten erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 33 fok között várható.